Sziasztok! Egy újabb különleges KitKat-tel készültünk nektek, ezt Németországból hoztuk. Dupla csokis KitKat, és mint látjátok, jóval nagyobb, mint az átlag, addig kezd is el kinyitni szerintem. Amit egyébként érdemes tudni erről, hogy nem egy, hanem összesen négy különleges íz van a KitKat-ekből, tehát hogy négy különleges ízt hozott ki a KitKat. És mint látjátok, ugye ez a hagyományos méretnek a háromszorosa, vagy legalábbis én úgy számoltam, hogy kb. A háromszorosa, az ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, hát nem, mert 10. Hú, de jól néz ki! Hát mint ahogy a csomagolás is ígéri. És még ezt is ketté lehet törni, így megmutatom, hogy így lehet, hogy látjátok. Aha, ott van egy, ha oldalra fordítod, úgy látszik is a vágás, hogy úgy van a neve kialakítva. Én megkóstolom. Jó, kóstold meg addig, ugye ez egy dupla csokis KitKat, de nagyon jól néz ki nekem, most nagyon tetszik, hogy ilyen a csomagolása. Ugye sokféle KitKat-et kóstoltunk már, amit érdemes megnézni, mert ugye hoztunk Japánból többfélét is, de ezt most éppen Németországban láttam, hogy van így kirakva. Én megkóstolom. Nekem nem tudnék ez így extra fűzni, semmi különöset nem érzek ebben. Uh-huh. A dizájn menő. Tipikus KitKat íze. Igen, de amúgy igen, tehát KitKat ízű KitKat. Igen, tudod, hogy nem érzem a mondjuk dupla csoki, most azon gondolkoztam, hogy először így a minta alapján arra gondoltam, hogy lehet, hogy... Lehet, hogy szerintem hogy, belül is, nem tudom, hogy az eredeti KitKatben is szerintem belül csoki van, tehát nem... Én akkor azt mondom, hogy ha bármi extra kéne legyen, az valahogy nem üt ki. Uh-huh. Így azon kívül, hogy a dizájn az más, mint amit megszoktam. De finom. Igen. Viszont szerintem nagyon nagy ez a mennyiség. Tehát, hogy azért ez laktat, most már megnézem, hogy hány gram. Jól el van dugva. Igen. 112 gram. Ja. Ez egy tálba csoki. Hát a mérete is, ugye? Igen. De valahogy így nem tudom, így nem indulna bennem meg a gondolat, hogy egy táblán ennyit akarnék így megállni, de nem rossz. Tehát de hogy... egyébként lehet, hogy itt a látvány a lényeg, mert igen, hát hogy kíváncsi vagyok a többi ízre. Igen, mert lesz. Ugye még van három másik, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor majd nézzétek meg azokat a videókat is. Ezt meg ugye láttátok, és mint látjátok, nagyon sok tíz kis sor van, ami ugye felezhető. Hát ha kíváncsiak vagytok, akkor a többire is. Akkor YouTube-on, Facebookon, Instán kövessetek minket. Sziasztok!